Elsőbben a Magyarországon kifejlesztendő szolár technológiákkal foglalkozunk, és ebben a területen az épületenergetikával kapcsolatosan végeztünk hosszabb kutatásokat. Mintegy 4 évvel ezelőtt kezdtük ennek a járműnek, a Pannon Ridernak a fejlesztését. A Pannon Rider tulajdonképpen, ahogy elnök úr is kicsit nem tudta hova tenni, egy új kategóriát, egy új magyar jármű kategóriát kíván megvalósítani, ami az egyszemélyes közlekedést energiamentes, illetve megújuló energiából történő meghajtását tűzte célul. Ebben az előadásban megpróbáljuk a gyakorlati tapasztalatokat megosztani. A fejlesztést 4 évvel ezelőtt kezdtük, a fejlesztésnek a középpontjába azt a műszaki problémát állítottuk, hogy hogyan lehetséges egy közlekedési eszközt olyan módon ellátni energiával, hogy ne kelljen hozzá semmiféle tárolt vagy konzervált energiát használni, hanem akár a napi napenergiából összegyűjtheti azt a mozgási energiára való mennyiséget, ami az ő működtetéséhez kell. Itt jelen pillanatban a képen bemutattuk azokat a prototípusokat, amikből jelenleg ugye 4 darabot készítettünk. Az egyik a narancssárga színű egy tisztán napenergiahajtású, a zöld színű pedig egy alternatív hajtású hibrid jármű, amely emberi erővel és napenergiával is működni képes. Végeztünk néhány mérést, miután előállítottuk a járművet. Tulajdonképpen ugye az volt a kihívás, és az volt a fejlesztésnek a középponti kérdése, hogy létezik-e olyan felület és olyan energia előállítására alkalmas napcella felület, ami értelmes módon napi közlekedési távolságok megtételére alkalmassá tudja tenni ezt a járművet. Ennek az érdekében olyan járműfejlesztésbe kellett kezdenünk, amely képes volt a jelenleg ugye forgalomban lévő járműveknek a teljes újragondolására, nevezetesen a tömegek, a felületek és az energiaigénynek az teljes újratervezésére. A végzett kísérleti méréseink a következő eredményt hozták. Egy tesztpályán, amit síkterepen, bormentes felületen végeztünk, 2 kilométeres távolságon végeztük a méréseket, és hát a táblázatból jól látszik, hogy szinte minimális energiamennyiséggel, hogy az optimális ki van emelve a 35 km/h sebességgel, ami a városi közlekedés szempontjából egy meglehetősen jó sebességnek mondható, az felhasznált energiamennyiség, a távolság és a megtehető összes út. Az összes többi mérés ugye azt mutatja, hogy azt a, hogy mondjam, paradoxon mutatja, hogy kisebb sebességnél a távolság ugye megnő, a nagyobb sebességnél pedig hát a megtehető távolság az értelemszerűen csökken. Ebben a grafikonon az előző táblázat van kifejezve. Itt egy második bemutató, illetve egy második tesztet végeztünk, ez ugye nem pormentes és nem tesztkörülmények között, hanem egy életszerű hegyi alternatív járműves futamon történt. Itt egy 2 napon keresztül működtettük a járműveket, és pedálhajtás, illetve a napenergiával, mint egy 110 kilométeres távolságot tudtunk megtenni. Életkép a versenyről. Annak érdekében, ugye, hogy alátámasztjuk ennek a járműnek az életképességét és a használhatóságát, tájékozottunk a városi közlekedéssel kapcsolatos viszonyokról. Ebben látszik, hogy mintegy mondjuk budapesti mértékkel mérve, ami ez nem általános, elég megfelelő az a sebesség, amit ki tudunk ebből a járműből hozni. A 13 km/h sebességnél mi jelentősen több, a 35-40 km-es sebesség folyamatos megtételére vagyunk képesek.
Itt a járműről egy néhány adat, de úgy gondolom, hogy lent a kiállításon, illetve lent a főtéren személyesen is meg lehet tapasztalni a járműnek a fizikai adottságait. Az energiatárolás ugye az egész rendszernek egyik legfontosabb és legkiemeltebb problematikája, hogy hogyan lehet a pillanatnyi energiatárolást és a pillanatnyi energia termelést és a tárolást összehangolni. Erre hát a mai high-tech tárolókat alkalmaztuk, a lítium nanofoszfát technológiával készült akkumulátorokat, és hát ezeknek mind a tartósága, mind pedig a kisütési százaléka az meglehetősen meggyőző eredményeket mutatott. Berendezések természetesen nem mind magyar találmány, ezek a hubmotorok, amik manapság kaphatók, ezeket mi nem fejlesztettük. Mi az egész jármű teljes konstrukciójáért, illetve az energiarendszernek a előállításáért éreztük magunkat felelősnek. Itt a különböző, műszakilag talán érdekes teljesítmény és energiaadatok összefüggései láthatók, talán most ebben a rövid előadásban erre nem térnénk ki. A járműbe integrált elektromos meghajtórendszer ugye magának az egész berendezésnek a működtetésért felelős energiaforrásnak a specifikációja látható. Látható, hogy meglehetősen kis teljesítményű energiatermelés mellett értük el az előbb említett eredményeket. A jelenlegi fejlesztéseink ugye nem álltak meg. Ezek már tulajdonképpen a múltnak tekinthetők. Egy jármű fejlesztésekor rengeteg nem kimondottan energetikai, hanem a jármű gyártással kapcsolatos problémákkal áll szembe az ember. Ezeket az utóbbi egy évben sikerült már leküzdenünk. Jelenleg eljutottunk odáig, hogy a jármű a tesztelési fázison túl van, és egy sorozatgyártásba kezdtünk, azért, hogy a kutatott és a fejlesztett eredményeket valamilyen módon a közé tudjuk tenni. Nem álltunk meg természetesen a kutatással és a fejlesztéssel, készül egy olyan jármű, ami nem egy személyes, hanem két személyes. Ennek a tervei, illetve a tervezőasztalon lévő változatairól egy néhány diával zárom az előadást. Köszönöm szépen a figyelmüket!